fontos tudni, hogy a húsvét napja a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holttörtét követő vasárnap, ez így van már 325, azaz a níceai zsinat óta, és azt is fontos leszögezni, hogy ez a nyugati keresztény világra igaz, hiszen a keleti kereszténységben, az ortodox világban picit mások az időpontok. A húsvétot viszont még megelőzi a nagy hét, amely komoly felkészülés lelki és fizikai szempontból is, hiszen vonatkozik rá a tradíciók szerint a bőti szabályok, de csupán csak azért, hogy tényleg testileg, lelkileg megtisztulva következhessen ez a nagy örömünnep. Hogy milyen gazdag és sokrétű szokásanyag kapcsolódik ehhez az ünnepkörhöz, arról Juhász Katalinnal, a BTK Néprajztudományi Intézetének tudományos főmunkatársával beszélgetünk. Üdvözlünk, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást. Az előző adásban a virágvasárnapig jutottunk, így a szokásanyagot tekintve. Innen egy picit akkor a virágvasárnapot még említsük meg, és induljunk el a nagy hét felé. A virágvasárnap az egy fordulópont ugye a nagybőjt időszakában, hiszen az egy olyan ünnepi alkalom, amikor egy kicsit kizökkenünk ebből a bűnbánó, megtisztuló lelkületből, és akkor egy tényleg egy ilyen szinte fesztiválszerű, hogy ezt kell, hogy mondjam, gyakorlatilag a húsvét ünneplés történik. Igen, hát ez ugye a Jézus jeruzsálemi bevonulásának a napja. Ugye azt tudjuk, hogy a nagybőjt időszaka alatt minden nap olyan evangéliumot olvasnak fel, olyan evangélium részletet, amely egyre közelebb visz minket majd a keresztre feszítéshez és utána a feltámadáshoz. Tehát gyakorlatilag végig követheti a hívő ember a történéseket, és virágvasárnap érünk el oda, hogy pálmaágakkal vonult be ugye Jézus Jeruzsálembe, a Szamárháton, és ebből alakult ki az az egyházi szokás, hogy pálmaágakat szenteltek, és ezeket használták később szentelményként. Természetesen Európában honnan vettek volna pálmát, nyilván, és akkor ezt egy idő után a barka helyettesítette, és a szentelt barka az, ami ilyenkor ugye szertartásosan összegyűjtenek, megszentelnek, és később majd a következő évben ennek a hamujával fogják a keresztet rárajzolni hamvazószerdán, tehát a farsang lezártával a híveknek a homlokára. Tehát, hogy ez így körbe ér az egész éven keresztül. Virágvasárnap után következő nagy hét az a tisztogatásnak, a tisztításnak a legfőbb időszaka. Tehát, ha még addig nem végezték el, akkor ezen a héten biztos, hogy a padlótól a padlás, vagy a pincétől a padlásig kitakarítják a házat, kimeszelnek, ugye régen sár padló volt, azt is szépen fölmázolták, egyes vidékeken még ilyen szép mintákat is locsoltak rá a locsolóval, a felhomokozott földpadlóra, stb. Stb. És természetesen nem csak testileg tisztulnak meg, hanem lelkileg is. Ez azt jelenti, hogy ha még addig nem végezték el a szentgyónást, biztos, hogy a katolikusok elmennek gyónni, a reformátusok is nyilván átgondolják az életüket, és hiába ők nem böjtölnek olyan erősen, mint a katolikusok, azért a nagypéntek az a reformátusok számára is egy szigorú. Nagyon szigorú böjt. De ugye ne szaladjunk előre, mert még csak nagy hétfőnél járunk, mondjuk. Hát ezek tehát a nagy hét az annak is az ideje, amikor a nagybőjti énekeket énekelik a templomban az imádságos lelkű asszonyok. Nagyon sok szép középkori eredetű nagybőjti énekünk van, különösen Moldvában maradtak meg ezek. És van egy nagyon különleges ének, úgy hívják, hogy Arany mi atyánk, ami tulajdonképpen egy ilyen archaikus ima, szintén középkori eredetű, német szövegét is ismerik, illetve Erdélyi Zsuzsanna egy ilyen archaikus ima változatot lejegyzett, ha jól emlékszem, Nógrád megyében, mert nem vagyok biztos. De ami nagyon érdekes, hogy Jáki Teodóz atya, a moldvai csángóknak a második apja, vagy nem tudom, hogy szokták őt nevezni, tehát nagyon-nagyon komoly kutatásokat végzett ott, ő megtalálta ennek az Arany mi atyánknak az énekelt változatát. És miért jövök én most pont ezzel az Arany mi atyánkkal? Azért, mert ez a virágvasárnap előtti szombattól, amit virágszombatnak is neveznek, ugye mert a virágvasárnap előtti hét az a virághét, onnantól kezdve naponként egy-egy verszakban végigveszi Mária és Jézus párbeszédével
ennek formájában végigveszi a napoknak a történéseit. És úgy kell elképzelni, hogy mindig egy-egy bővül egy-egy verszakkal? Hát mindig egy-egy, tehát ezt mindig végig énekelik, de sorba veszik a napokat. Ja, tehát hétfőked, szerda, és akkor a csütörtök az egy kitüntetett nap, a nagy csütörtök, ugyanis ilyenkor mondják, hogy elmennek a harangok Rómába, mert ilyenkor, tehát ez az, amikor Jézus fölmegy az olajfák hegyére, és utána pedig megtörténik az utolsó vacsora, ugye? És ilyenkor elhallgatnak a harangok, és egy ilyen tompa hangot adó, hát úgy mondják kereplők, de azért nem teljesen kereplő, tehát azzal helyettesítik a harangszót, meg a csengőszót, ezzel is emlékeztetve arra, hogy most fog jönni valami borzasztó tragédia, ugye, amikor Jézust végül elfogják. Ez az a nagy csütörtök, amikor hát sok helyen még tartanak is ilyen utolsó vacsoraszerűséget, böjtös ételekkel, közös imával felolvassák Jézusnak az ott elhangzott szavait, és van sok helyen van ilyenkor is virrasztás. De ami érdekes, és hát látványosnak mondható, hogy nagy csütörtökön a templomokban megmossák 12 szegény embernek a lábát. Vagy 12 egyház községi tagnak a lábát, de az a lényeg, ennek az a lényege, hogy Jézus is megmosta az utolsó vacsorán 12 tanítványának a lábát, és akkor ugye tiltakoztak is, hogy nem, de ez a legnagyobb alázat jele volt, és ezt a rítust megismétli az egyház úgy, hogy egy magasrangú pap, vagy a plébános megmosta az alacsonyabb rendűeknek a lábát. Olyan is volt, hogy államférfiak is megcsinálták ezt, ha jól emlékszem, Ferenc József is megmosta a 12 koldusnak a lábát, a pápa ez is. Ez konkrétan nem csak magyar szokás, hanem egyetemes katolikus szokás. A pápa például menekülteknek, migránsoknak a lábát mosta. Ugye beszélünk most az egyházi szokásokról. A nagy héthez konkrétan népszokások kapcsolódnak-e? Vannak-e olyanok? Igen, hát már a kereplés is, ugye, tehát nem csak a templomba kerepeltek, hanem volt, hogy a gyerekek végigrohantak a falun kereplővel. Tehát ehhez vannak ilyen kisebb szokások, de nagypéntek az, amihez már több népszokás kapcsolódik. És ugye én, mint a népi tisztálkodásnak a kutatója, nyilván nagy érdeklődéssel fordultam a nagypénteki tisztálkodási szokások felé, ugyanis nem csak nálunk, de egész Európában jellemző, hogy nagypéntek hajnalán kimentek a természetes vizekhez, patakhoz, vagy ha nem volt, akkor a kúthoz, vagy csak harmatot szedtek, de kimentek hajnalba, főleg a lányok, és szótlanul vagy hoztak vizet, és otthon mosakodtak meg, vagy már ott a helyszínen megmosakodtak. Azért, hogy mindig ezt mondták, hogy szépek és egészségesek legyenek. De ami nagyon-nagyon izgalmas, talán már említettem korábban, hogy ez a fajta rituális mosakodás akkor tudjuk a helyére tenni, hogyha megnézzük az összefüggéseket. Tehát most csak így gyorsan mondom el, reggel, mikor fölkelünk, akkor megmostunk. Valahonnan jövünk, ugye, az álmok birodalmából, egy ismeretlenből, a túlvilágról, úgy is mondhatjuk. Mikor este lefekszünk, akkor is megmosdunk. Amikor megszületünk, mi az első? Megmosnak minket. Amikor igen, valahonnan tényleg ide pottyanunk, és amikor elmegy, mi előtt eltemetnek minket, akkor is megmosnak. Tehát, és akkor hogy jön ez a kalendáriumi szokásokhoz? Ha megnézzük az egész évet, hogy mikor vannak ilyen típusú rituális mosakodások, akkor azt látjuk, hogy a két kitüntetett időpont Jézus születése és Jézus halála. Tehát akkor, ha jól értem, karácsonykor is van egy ugyanilyen rituális. Így van is, és ez valóban így van. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató végignézte a teljes kalendáriumot, és összegyűjtötte az összes olyan napot, amikor végeznek ilyen típusú szokást, egy gyönyörű szép táblázatot csinált belőle, és nagyon-nagyon jól látszik, hogy tényleg ezeken a kitüntetett időpontokon, illetve ezek környékén csoportosulnak ezek a típusú egészség- és szépségvarázsló szokások. Ez azt jelenti, hogy
Tehát a feltámadás is egy halál és egy újjászületés. És maga a születés is tulajdonképpen a valahonnan való megérkezés. Tehát amikor vízbe merülünk, akkor egy ilyen megsemmisülés, egy szimbolikus megsemmisülés, feloldódás következik be. Elmerülünk a káoszba, és abból, mint a táltos fiú, mikor miszlikbe szaggatják, és utána újjászületik, egy új minőségben születünk újjá, megtisztulva, megerősödve. És ez ennek a szimbolikája. Ez nagyon érdekes, szinte egy libabőrös lettem, hogy azért a parasztember számára a lelki megtisztulás legalább, sőt, még talán fontosabb volt, mint egy testi, gondolom én. Pontosan. És ez egyfajta egy ilyen felkészülés, hogy tiszta lélekkel így várjuk van azt a feltámadást, vagy azt a karácsonyt. Így van, és hát nyilván a parasztembernek lehet, hogy nem is volt erre szava. Tehát, hogy nem kell azt elképzelni, viszont hogy tudta. Ők ilyen nagy, magas röptű monológokat eresztettek el, hogy én most ilyen szimbolikusan, meg olyan szimbolikusan megtisztultam. Viszont élte. Tehát, hogy ezt mind átélte. Hát amikor ugye eljött a legnagyobb gyász ideje, a nagypéntek ideje, és kialudt a tűz, pontosan úgy nézett ki a ház, mint amikor halott van a háznál. Nem, akkor tényleg nagyon szigorú bőjt volt, még a reformátusoknál is. Bár Ecsed István írja, hogy azért a tepertőt azért a túros csuszára csak rátették néhol Debrecenben. Hát az úgy még talán belefér. Hát igen, viszont... Na, aki komolyan veszi a böjtöt, nadam még a tej és a tojás sem. Említetted még itt a felvétel előtt beszélgettünk, hogy találkoztál itt Pest megyében egy ilyen, ugye a szakterületeddel gyűjtöttél, és belebotlott egy ilyen, erről kérlek, mesélj. Ja, igen, hát ettől meg aztán tényleg már az előzőek is nagy hatással voltak rám, de teljesen más ügyben menzakutatást folytatunk kolléganőmmel, a menzák társadalmi beágyazottsága, stb. Most nem beszélek, de kimentünk Csömörre, mert az az egyik terephelyszínünk, és hát beszélgettünk ott nagyon sok emberrel, és nyilván végigkérdeztünk mindent akkor már, ha ott voltunk, és kiderült, hogy nagypéntek hajnalán ők, hát nem hajnalán, csak reggelén, a teljes hagyományőrző közösség beöltözik viseletbe. Ezek a szlovák hagyományőrzők, a szlovák hagyományőrzők, a így van. És kimennek megmosakodni a patakra. De mint kiderült, ez nem is ott kezdődött, hanem a csömöriek kezdték el felújítani ezt a szokást, mert hát nyilván ez nem maguk... Ecseriek, bocsánat. Nekem tehát nem a, nyilván nem, ezt nem a légből vették, hanem ez valamikor volt. És ők annyira élt bennük ez a szokás, és annyira tetszett nekik nyilván, meg voltak még adatközlők, akik elmondták, hogy is volt ez, hogy az ecseriek elkezdték ezt, hogy kimennek és megmosakodnak, és most már Csömörön is ez van. És ami nagyon érdekes, hogy a csömöriek úgy öltöznek fel, ahogyan az dukál. Tehát, hogy ők összegyűjtöttek egy nagyon-nagyon több száz viseletet, és ha nem volt, akkor a viseletek, régi viseletek anyagaiból vartak a gyerekeknek is, meg az időseknek, mindenkinek van ruhája, és minden több száz embert fel tudnak úgy öltöztetni, hogy bármelyik alkalomra megfelelő legyen. Ilyenkor volt a viseletükben valami változás nagypénteken? Nyilván, tudunk tehát erről. Hogy, ahogy mondtam, hogy gyászosan nézett ki a ház, egész nagybőtben kevésbé díszesen öltözködtek, tehát egyszerűbben és sötétebb színeket részesítették előnybe. És aztán ugye utána következett a nagy szombat, ami már a feltámadást megelőző ünnep, hát ez már tulajdonképpen egy ünnepi mise, a nagy szombati mise, amikor a keresztelésre szánt vizet és tüzet szentelnek. Ez egy nagyon szép szertartása, a tűzszentelés. Meggyújtják ugye az új tüzet, és aztán minden ember arról az egy tűzről meggyújtja a saját gyertyáját. Tehát ez egy nagyon szép, ahogy így terjed szépen a gyertyalánga a templomban. Tényleg hátborzongatóan szép. Szóval a közösség erejét szép. Mutatja igen, ez is. Igen, és nagypénteken is, meg nagyszombaton is szokás a teljes passiónak a felolvasása, vagy énekes előadása. Ez is egy, hát ez nagyon hosszú, igen. De mégis, tehát ugye ez így évről évre ismétlődve nagyon be tudja enni magát az ember lelkébe. És aztán elérkezünk magához, a nagy ünnephez, húsvét vasárnaphoz. Igen, tehát ugye szombatról
hajnalra, vasárnap hajnalra virradó éjjel van a feltámadás. Sok helyen virrasztanak is, és akkor vasárnap itt van a húsvét. A legnagyobb ünnep. Ja, és ez szó szerint is, tehát akkor vesszük a húst és esszük. Ilyenkor van az ételszentelés, ami nálunk eléggé kikopott a gyakorlatból, csak a görög katolikusoknál maradt meg folytonosan, illetve talán az én kis falumba, bocsánat, még van, én nagyon büszke voltam, hol? Amikor elvihettem. Veszprém megyéből származom, Vaszar nevű faluból, ott van ételszentelés is. Amikor már nagyobb fiúcska lettem, én nagyon örültem, hogy én vihetem az ételt. Tehát akkor ott mindig is volt. Igen, én úgy, amire emlékszem. Na, hát igen. Ez adat közül, köszönöm. Tessék feljegyezni ezt. Na, szóval, hogy sok helyen kikopott a gyakorlatból. Igen. Én teljesen meglepődtem, mikor Lengyelországban voltunk, pont húsvétkor kiküldetésbe, és az egész város ilyen kis kosarakkal járkált, szombat és vasárnap is, és fél óránként kint a papok az utcán is szentelték a kis kosárkákat. Na, ott és azért sokkal jobban megmaradt. Tehát ott ez teljesen megmaradt, és nagyon fontos, hogy szépen feldíszítik a kosarakat, tehát hogy erre megvan már sőt, külön iparág van, hogy akkor ilyen kosarakat árulnak, meg terítőket. De ugye régen ez úgy volt, hogy maguk készítették el, és ugyan mostanában már a városi, meg tehát országszerte terjed megint, hogy ételt szenteltetnek. És akkor ez történik, ugye húsvét vasárnap. Igen. És akkor itt hát az ételekről azért együnk pár szót. Ugye hát az egyik a tojás, az újjászületésnek, meg a termékenységnek a szimbóluma. Most mindig standard kérdés, hogy a húsvéti nyuszi akkor hogy kerül ide. Hát ez német eredetű dolog. A nyúl is, mint szapora állat, szintén termékenység szimbólum. Nyilván valahogy így szűrődött be a magyar újabb hagyományba, de a tojás az a non plus ultra, és hogy miért piros a tojás, mert hogy Jézus vére rácsöppent, és azt festette pirosra. Ezen kívül ugye a bárány, ami nagyon jellegzetes és nagyon régi húsvéti étel, nem szabad eltörni a csontját, ugye ez is egy ilyen hiedelem, az is megúlt, mikor kell levágni a bárány, stb. De hát azért az évszázadok alatt, ahogy a táplálkozási szokások változtak, ugye nálunk a sertésfogyasztás az a jellemző, és akkor így a húsvéti sonka került a bárány helyére nagyon sok helyen. De ugyanígy, tehát hogy nem szabad eltörni a csontját, a csontjához is különböző hiedelmek kapcsolódnak. És akkor ezt is beteszik a kosárba, pálinkát, fokhagymát, kalácsot, hol bort, és ezt is megszentelik, és utána lehet már nem böjtösen étkezni. Nálunk van még egy olyan szokás, hogy amikor megettük ezt a szentelt ételt, a maradékokat, azt a nagymamám meg édesanyám fogja, és összegyűjtötte, és eltüzelte, elégette. Fú! Ezek szerint én nagyon hagyományőrző. Igen. Ennek hát, is gondolom van egy szimbolikája. Hát ez, hogy elégette, ez érdekes, mert inkább az állatoknak szokták odaadni. Tehát, hogy pont azért, hogy az állatok is részesüljenek abban a varázserőben, amit tulajdonképpen ez az étel képvisel. Az, hogy elégették, hát az meg nyilván, hogy ne kerüljön rossz helyre. Így van. Tehát ez a két megoldás lehetséges. És akkor a húsvét vasárnap után jön a húsvét hétfő. Igen, hát a vasárnaphoz még nagyon sok mindent lehetne mondani, de mondjuk haladjunk. Tehát voltak ezek a húsvéti leányjátékok is, ezek a bújócskázós, stb., ami hasonlít a villőzésre. Sok helyen ezek a bőti játékok így végighúzódtak egész húsvét vasárnapig. Azért is van olyan is, hogy má vagyom piros húsvét napja, pont Veszprém megyében, Vigán Petenden mai napig csinálják ezt, és ők virágvasárnapon, de van ahol húsvétkor. Tehát ez is keveredik. De akkor lépjünk tovább ugye a húsvét hétfőre. Itt megint ugye kedvenc témám, megint jön a víz. Így van. De most mi az érdekes a húsvét hétfői vízben, tehát miben különbözik? Ugye azt is elmondják a nagy kutatók, hogy a víznek kétfajta jelleme van,
vagy principiuma, így is szokták mondani, az egyik a feminin, tehát az anyaméh jelképe, ahonnan kijön egy újjá született valaki. A másik pedig a maszkulin jellege, amikor felülről jön a megtermékenyítő víz. És a húsvéti locsolás az ez a fajta, tehát ez a maszkulin megtermékenyítő víz, és akkor így mindjárt érthetővé válnak a húsvéti szokások, azoknak a szinte ilyen erotikus jellege is, ugye, mert régen nem úgy locsoltak ám, mint mostanában. Hogy kölnivel és versen. Meg fújós kis akármi, hanem úgy is hívták vízbevető hetfű, ugye a húsvét hétfőt, és hát ilyenkor rendesen megfüröztötték a lányokat, vödörrel locsolták őket, vagy kivonszolták a patakhoz, és hát szegény lánynak a teljes ruhatárát lehetett szárogatni, hogyha több ilyen mellett volt. Többször jöttek a locsolók, de ez egy tisztesség is volt. Tehát, hogyha valakit nem locsoltak meg, az azt jelenti, hogy elszárad, és fél lány lesz, mert ő iránta nem érdeklődik senki. Tehát, ugye ez... Egyébként a locsolkodás az egy magyar szokás, vagy akár Lengyelországban, vagy máshol európai szokás is? Hát ez inkább magyar szokás. Ez egy érdekes, és nagyon sokáig tiltották is, ugyanis tényleg nagyon durván ment. Tehát leírják a 1800-as években a különféle lapok, ugye ez egy érdekes tudósítás volt, akkor is számított a hírérték, és minden húsvétkor megjelentek ilyen híradások, hogy már megint belehalt egy lány a tüdőgyulladásba, meg hogy milyen durva, meg nem. Tehát, hogy azért ez már régóta szemet szúrt a városi embernek, ahol már ez nem volt szokás, és aztán valahogy szép lassan ez megszelídült, és egyre inkább szimbolikussá vált, de azért láttam én olyan képeket, gyűjtögettem húsvéti képeket, hogy tűzoltó fecskendővel mentek a... Aktualizálják a lányokat. Ez a mai holklott. Szódás szifonnal, szóval azért vissza-vissza jönnek ilyen szokások, és például a csömörieknél ott azért kicsit több vízzel locsolnak, mint... Ugye hát húsvét hétfőn mindenki a locsolkodásra gondol. Van-e esetleg még egyéb népszokás a locsolkodáson kívül? Hát főleg az északi területeken, a szlováksággal határos területeken van még ez a úgynevezett korbácsolás vagy vesszőzés. Erre külön fonnak egy ilyen kis vesszőből egy korbácsot, és akkor azzal megcsapkodják a lányoknak. Tehát nem elég, hogy szegény lányokat eláztatják, igen, még meg is csapkodják. Igen, de van, ahol nem locsolnak, hanem csak csapkodnak. Ja, én Moszkvában tanultam. Lehet válogatni. Első diplomámat Moszkvában szereztem, és ott a nemzetközi kollégiumban laktam, és húsvétkor ugye jöttek a magyar fiúk locsolni, és utána meg a szlovákok, meg jöttek korbácsolni. Nagyon jó. Én akkor találkoztam az ezzel élet akkor. Köszönjük szépen, hogy így megemlítetted. Vannak a hagyományőrzők, akik megtartják, a hagyományőrző közösségek, és ugye ezt azért mondom itt, mert a Hagyományok Házában vagyunk, és a Hagyományok Ház az egyik fő módszertani központja a magyarországi világhírű hagyományőrző tevékenységnek. Tehát, hogy vannak felnőttek is, akik még tartják, de ezek inkább ilyen tényleg közösségek, kisebb közösségek, és egyébként meg a locsolás, meg a tojásgyűjtés, meg stb. Ez meg mind lecsúszik, ugye, mert már csak az óvodások járnak locsolni egyébként. Olyanok, akiknek nincsen közük ehhez a folklor mozgalomhoz. Hát reméljük azért, hogy nem veszik ki ez a szokás, és hogy ami van, azt én biztos, hogy fogok, ez egyértelmű. Köszönjük szépen, hogy köszönjük itt voltál. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Thank you.